1849. február 9. Bem József tábornok erdélyi serege Déván gyülekezik a hosszú és küzdelmes visszavonulás után. Magyarországon is válságos a szabadságharc helyzete. A honvéd hadsereg a Tiszához hátrált Vintisgrécz elől, a forradalmi kormány Debrecenbe költözött. Ha a császáriak Erdélyből kitörnek, a függetlenségi harc végleg elveszik. Bem és Puchner osztrák altábornagy serege között a Maros mellékfolyója, a Strigy és annak hídja áll. A Strigy délről folyik észak felé, és Piskinél ömlik a Marosba. Ez az az átkelő, amely a magyar hadtörténet leghíresebb hídjává vált. Bem tudja, ha a hidat elveszítik, az osztrák sereg akadálytalanul jut ki az Alföldre a Maros völgyén keresztül. Ezért azt feltétlenül tartani kell. De február 9-én reggel még csak csekély magyar erő vigyázza. Kemény farkas alezredes aggodalommal tekint a nap eseményei elé, mert Szászváros felől az ellenség mozgásáról kapott híreket. A császári csapatok 6 óra után kezdik a támadásukat néhány tüzérüteggel. Puchner altábornagy a harcrend felvétele után a jobb szárnyával kívánja átkarolni a magyar csapatokat és a Maros felé szólítani őket. A hosszú és egyre hatékonyabb tüzérségi tűz elől a magyar csapatok lassan meghátrálnak. Az osztrák vadászoké lesz a híd, és a sereg megkezdi átkelését a folyón. A császáriak további térnyerésének megakadályozására kemény ezredes a Mátyás huszárokat rendeli előre.
zajlik a magyar támadás, amikor Cecciánus őrnagy vezetésével Déváról megérkeznek az első magyar csapatok, melyek a Strigy mentén azonnal felveszik a harcrendet. A mindkét oldalon viselt régi egyenruhák miatt nem lehet eldönteni, ki az ellenség. A kavarodásban fehér kendők is előkerülnek. Árulás, barátkozás vagy megadási kísérlet máig sem tisztázott események történnek ekkor. A hídon véres közelharc alakul ki a két gyalogság között. A zavaros helyzetből a magyar fél kerül ki győztesen, és folytatódhat a támadás Piski elfoglalásáért, melyhez újabb és újabb csapatok csatlakoznak. Az épületébe szorult császáriakat kifüstölik a 11. zászlóalj katonái. A néhány nappal korábban súlyosan megsebesült bentábornok ekkor 10 óra körül érkezik a helyszínre, és azonnal minden alakulatot a Strigy túlsó partjára irányít. Az ellenség balszárnyának támadási kísérletét a lengyel tábornok lovassággal kívánja elhárítani, amire a császári zászlóalj 4 szöget alkot. Teljesen szétlöveti. A bal szárnyon nem alakul ilyen jól a helyzet. Mentén nagy lovassági harc bontakozik ki, melybe két császári gyalogzászlóalj is beavatkozik. A bihari lovasság meghátrál, majd menekülni kezd és összezavarja a gyalogságot is. A középen harcolóknál elfogy a lőszer, így általánossá válik a visszavonulás. Bentábornok seblásztól gyötörve, kétségbe esetten próbálja a menekülőket bátorítani.
A rendetlen hátrálás csak a hídon túl, egy hátrább felállított záróvonallal lehet megállítani a Déva felé vezető úton. A tábornok itt rendezheti csapatait, és ismét csatarendet alakít ki. A császáriak átkelnek a Strigyen és újabb támadáshoz sorakoznak. De a meginduló tüzérségi párbaj hamar felemészti a lőszerkészletüket. Buchner 4 óra körül, miután látja, hogy a magyar sereg kész a végsőkig harcolni a hídért, elrendeli a visszavonulást. Ben felismeri a kínálkozó lehetőséget. Azonnal kiadja parancsát az üldözésre, melynek eredményeként visszafoglalják Piskit, és az ellenséget véres fejjel űzik Szászvárosig. A következő hónapokban a honvédsereg felszabadította Erdélyt, lehetőséget adva a magyar fősereknek, hogy megvívja a dicsőséges tavaszi hadjáratát.